A Hajrá Újpest városfejlesztési program keretében új kutyafuttatót alakított ki az újpesti önkormányzat a Káposztás megyeri település részi önkormányzattal karöltve. A Bőröndös utcai zöld területen ezentúl zavartalanul szaladgálhatnak a négylábúak. Új kutyafuttatót alakított ki az önkormányzat a Káposztás megyeri lakótelep négylábúi számára. Az újonnan létesült 10x100 méteres terület egyike azoknak a kutyafuttatóknak, melyeknek kialakítását az önkormányzat az idei évre tervezi. Az átadón Wintermantel Zsolt polgármester, valamint Dabu Fajez előjáró is részt vett. A kutyafuttató a Hajrá Újpest városfejlesztési program keretében az önkormányzat megrendelésére és a részönkormányzat finanszírozásában készült. Az idei év során több kutyafuttató létesítését tervezzük még. Lakosság részéről is igény mutatkozott erre, illetve hát az önkormányzat vezetése is látja, hogy valóban ezzel Újpest egy kicsit el van maradva, viszont a jó hír, hogy a bő egy év alatt megdupláztuk a jelenlegi kutyafuttatók számát, de hát a további bővítés is még szükséges. Az átadó néhány helybéli kutyagazda is jelen volt, akik örömmel konstatálták az új ebeknek kialakított terepet. Nagyon okos dolog, mert itt legalább el lehet szabadon engedni a kutyát, és nem kell félni, hogy az emberre rászólnak, hogy fogja meg, miért nincs pórázon a kutya. És ez egy nagyon jó dolog. Az idei évben előreláthatólag még további 5 kutyafuttatóval bővül az újpesti kutyák mozgástere.